Az állandóság biztonságérzetet ad, azt sugallja, hogy minden rendben. És ha ekkora biztonságérzetet ad a külső szemlélőnek, mit jelenthet a benne élő fiataloknak? Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a Tücsök Zenész Színpad karácsonyi műsorára érkezők egy Gyurkovics János szekszárváros alpolgármester. Kiemelte, az a munka, amit az itt szereplő gyerekek évtizedek óta elvégeznek, nevelőhatású és olyan sikerélményeket nyújt a gyerekeknek, amelyek örök életükben megmaradnak. Eléget mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak végre az éve. Régen várnak rá az örökre szív. A Tücsök életében egyedülálló alkalomra került sor, amikor a Szekszárdvárosért a művészet erejével emlékplakettet vehette át Juhász Bence, aki 6 éves kora óta tagja a társulatnak, és ma már a Víg Színház Pál utcai fiú című előadásában szerepel. Tulajdonképpen nagyjából azt, ami most vagyok, tehát ha kiindulási pontot kell keresnem abban, hogy én ami lettem végül, vagy amivé majd válni fogok remélhetőleg egyszer, annak az alapjai azok itt lettek lerakva. A Bédesné Kollár Éva vezette társulat ebben az esztendőben számos versenyen vett részt, és az énekesek rendszerint győztesként távoztak az énekversenyekről. Az idei karácsonyi műsor különlegessége pedig az volt, hogy bemutatták Dickens Karácsonyi Ének című művének pódium előadását.